Sziasztok! Na végre elindulunk, úgyhogy talán itt a szép kert! Ha-da-da-da-da! Igen, itt a szép kertünk, és most fogunk indulni. Nagyon jó idő van, végre nem sülök meg egy blazerben, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok emiatt. Úgyhogy most indulunk is a Maliba. Úristen, ezt nem hiszem el! Még hogy incense duplázó, jó. Duplázó. És még és van egy ultra boldon, azt hiszem. Úristen. Ezt nem hiszem el, komolyan. És még azt mondják a szkeptikus, hogy nem éri meg incense venni. Úristen, nem hiszem el! Nem hiszem el! Komolyan. Most már van 22 candy. 22 candy. Király, ne nézzük tovább azt az érzést. Azt mondja, az, ahogy hozzájárul az igazsághoz, hogy előbb meg egy Wolfix is volt. Úgyhogy nagyon király. Itt na, Salgó Tarján mellett. Sziasztok, megérkeztünk Salgó Tarjánba, a szívek városába. Nem is így hívják, de mindegy. Igazából csak ezt most látunk ki. Na mindegy. Magasan fénylik a fején. Igen, na mindegy. Igen, amit láthatjátok, egy kicsikét ilyen fura az időjárás, mert előbb még kb. Esett az eső. Most meg már itt... Süt a nap. Süt a nap. Hát, mint ahogy látszódik is a... Úgyhogy így eléggé. Jó, de képzeljétek el, majd ide bevágjuk ezt a dolgot. De olyan dolog történt, hogy lenyomtam egy én. Erre mit gondoltam? Hát majd lesz pizsi, rakata, meg ilyen finomságok. Erre konkrétan jött, elsőnek jött egy Vulpix. Azt hittem, hogy rosszul látom. Aztán másodjára jött egy Dratini. Azt hittem, hogy egy Horsi. Csak aztán láttam, hogy ó, van egy ilyen kis parkinzel. Hát a Horsinál az egy Dratini. Én nincs is azt hiszem, vagy egy, vagy kettő van. A tojás miatt tojás van volt. Egy. És aztán rájöttem, hogy úristen, az egy Dratini. Aztán mondom, ezt nem lehet fokozni, és végre lett egy új is, amit annyira vártam el, csak nem tudtam, hogy hol lehet szerezni. Sehol nem találtunk. Sunker. Úgyhogy az incense nagyon megérte. Aztán most megyünk, mert találtunk egy Lugia rédet. Úgyhogy 11 így... percig van, ha van ott ember, nekiesünk, de bizonytalanok vagyunk. Hát igen, nem tudjuk, hogy mennyien játszanak itt Salgó Tarján, mert vannak páran, akik játszanak, és már halljuk így a... Nem tudjuk, mennyire halottszik, mert már halljuk a hangokat így a színpad felől, úgyhogy majd még koncert is lesz este, de is, mozi, de előtte mozi. Ott még jelentkezünk. Sziasztok! Itt vagyunk Salgó Tarjánban. És nincs meg ez se. Rendőrség előtt, bíróság előtt, és szomorú írt el, hogy közeljünk, mert azt hittük, hogy nem lesz itt senki, erre itt van, nézd meg, ennyi ember, rengetegen vagyunk, de le is győztük Lugiát, és nagyon-nagyon fel adrenalinozta magam, aztán nem lett meg. Na, nekik meg lett. És mellettem körülbelül egy 6 éves kisecnek meg lett, tehát hogy az életük nem baj, azért nekik jó. Nagyon szomorú vagyok, de mindegy, a Dratini meg a Vulpix ezt kárpótolták magam az úton. Én még megy verem a kékeket falkan, mert csak én ne vagyunk sárgák. Na mindegy, úgyhogy megyek inkább majd a moziba. Ott újra jelent. Igen, nem vagy, de majd Pesten még próbálgatok Lugiákat. Sziasztok! Most túl vagyunk ezen a kielvrendító Lugia réden. De azért jó volt, kapunk X-t. Ja, nagyon jó volt. Mindegy, én eléggé csalódott vagyok, de legalább jó élmény volt. Meg kaptam 10.000 XP-t. De közben itt biztattam ilyen át, hogy amikor nekünk a 10. artikulum épp ott csak meglett, ott ugye mi is csalódottak voltunk, ez ilyen sajnos. Úgyhogy most jövünk a moziba, és reméljük, hogy nagyon-nagyon jó lesz a film. Ismételtem magam, de lehet, hogy itt rosszul tettem, mert lehet, hogy bőgni fogok a filmet. És miért vagy... meg itt a jegy, és itt a mozi. Minden. Minden, ahogy a szegediek mondanák, úgyhogy menjünk is be a moziba.
lett vége a mozinak. Hú, én kezdem. Én kettős érzelmekem vagyok, mert mögöttünk két olyan tajparaszt ült be. Na. Nem, ez most komoly, és nem. Én ezt megmondom úgy, hogy kikérem magamnak, hogy moziba vagyunk. Akkor romantikus, mivel egyrészt nem értem, miért jött be két kamas srác. Három-húsz éves srác. Legalább hoztak volna csajt, akkor azt mondom, hogy oké. De így nem értem. Végig próbálták röhögni az egészet. Nekem elvonták sokszor a figyelmet. Ezen kívül egyébként tetszett. De kettős érzelmek vannak bennem, mert volt egy idő, amikor meghatottam, és a végén egy olyan harag meg dület, amit nem fogunk lelőni, mert nem spoilerezünk még egyből, de nekem a harag győzött, hiába volt romantikus. Vagy lesz egy filmértékelő, ennyi. Nekem nagyon-nagyon tetszett, engem. Fú, többször elbögtem magam, úgyhogy még jó, hogy egyben van a sminkem. De én ott voltam. Igen, és olyan jó volt, úgyhogy ha van páratok, akkor mindenféleképpen vele nézitek. Igen, meg, tehát ajánlom mindenkinek, és nézzetek meg kívül magatok, és elég megyek neki. Nekem még vicces is voltam, ugye, hogy kommentáltak a filmet, úgyhogy én ezzel nem értek. Mindegy. Nekem nagyon minden nap. Nekem nagyon tetszett, mindegy. Igen, úgyhogy szerintem alapvetőleg egy nagyon-nagyon jó film. Meg nagyon tetszett, ugye. Igazából nekem vannak, hogy filmek, nem is azok fognak meg, hogy mi a történet, vagy hogy van. Hanem a szereplő. Hanem a kivitelezés, tehát hogy a rendezés, meg, a, igen, meg az egésznek volt. A színvilága, az egésznek a hangulat. Na ezt majd a filmértékelésben most csak bejelentkeztünk. Na mindegy, igen. Na, tehát hogy nagyon-nagyon tetszett a filmnek a hangulata. Sziasztok! Sziasztok! Buli van! 20. Csükidám! Csükidám! Próbálom közelebb jutni Robihoz. Majd nagyon messze vagyunk. Nem látszik sajnos a Robi. Majd mindjárt. Rengetegen vannak. Megy a buli! Közben a Pokémon Go is megy. Befigyel. Látszik az árnyék nagyjából borzalmas. Úgy döntöttünk, hogy inkább sétálgatunk egy kicsit, kettesben tudom, hogy nem látszik nagyon a fejünk, igen, de inkább sétálgatunk egy kicsit, kimegyünk egy csöndes helyre. Mewtwo-val még nem találkoztunk, de itt van Mew, Tarjánba. Ez itt a bajnokok, Sanyo Tarján, Magyarok Európa, és ezt fogjuk mondani, hogy...
Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Mi most tudjuk, hogy kicsit sötét van, de itt vagyunk egy ilyen játszótéren, nem tudjuk, hogy látszik belőle. És bocsánat, hogy állítva tartom a kamerát, de már nincs időm, nincsen erőm elforgatni. Úgyhogy itt vagyunk mindketten, nézzük a csillagokat és hintázunk. Úgyhogy remélem, hogy jól telt az augusztus 20-ától. Írjátok meg kommentben, merre jártatok, vagy otthon ültetek, vagy mit csináltatok. Reméljük, a családotokkal voltatok és szórakoztatok, úgyhogy reméljük, hogy tetszett ez a kis vlog. Szerűség. Jövőben vlogunk, úgyhogy akinek tetszett, iratkozzon fel. Igen, a jövőben több vlogolást tervezünk, úgyhogy... És dobjon egy lájkot. Úgyhogy lájkoljátok a videót, ha tetszett. Sziasztok! Na sziasztok! Hazaértünk, jó fáradtak vagyunk, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó este volt, mert le tudtam győzni a félelmemet, mert ugye, mint mondtam is az egyik videóban, videórészletben, hogy nem maradunk ott a tűzijátékon, mert hogy nagyon félek tőle. És így álltam a tömegbe, hogy jaj, nagyon hangos lesz, és utána fellőtték, és hallottam, hogy nem annyira hangos, és elengedtem a fülemet, és rájöttem, hogy nem annyira hangos. Pedig ott álltunk közvetlen mellette. Úgyhogy lehet, hogy ez egy rossz gyerekkori élményből jött, és így bennem maradt. De aztán nagyon-nagyon jó élmény lett a végén, és annyira romantikus volt, hogy csak ott álltunk sok ember között, és néztük együtt a tűzijátékot, olyan közösségi élmény volt. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, ti hogyan töltöttétek az augusztus 20-át. Sziasztok!